Pongó Géza, a Független Rendőri Szakszervezet főtitkára vendégem. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok! Az év minden napján nem is, de azért április 24-én önök is ünnepeltek, és szeretettel, örömmel osztottuk meg mi is így a kollégák közt egymással azt a hírt, hogy szabad napot rendelt el számukra a belügyminisztérium. Milyen jó azért a rendőröknek? Annyira nem jó. A rendőrnap az szabad nap már az elmúlt években a rendőrségnél, de a téma, amit a kommentbe hallottunk és láttunk is, az arról szól, hogy a rendőrségen nagy a létszámhiány. Jó, ez egy kicsit provokatív kérdés volt, vagy ez elején, vagy megjegyzés. Természetesen. Amúgy egyébként ezt a szabadnapot kihasználták az állománynak a tagjai? Hát aki nincsen szolgálatban, az ki, de aki műszakos munkaerőben dolgozik, ők dolgoztak, szolgálatot teljesítettek ezen a napon is. No, szóval visszakanyarodva azzal a megjegyzés, vagy arra a megjegyzésre, amit mi is itt a Balogh Judit kollégámmal említettünk, hogy egy megyei kapitányság állománya tűnt el tavaly a rendőrség állományából. Ez önmagában is ijesztőnek hangzik, de hogyha majd megmondja nekünk azt meg a nézőinknek, hogy egy megyei kapitányság állománya az körülbelül hány főből áll, akkor még elgondolkodtatóbb, gondolom, ez a kijelentés. És hogyha még azt is hozzáteszük, hogy a rendőri pálya az egy hivatás, az egy karrierpálya, mint a közigazgatásban bármi, vagy még talán erősebben is. Itt valaki bekerül a szervezethez akár őrmesterként és tábornokként, főkapitányként fog nyugdíjba vonulni, mert erre is megvan a lehetőség, nyilván ez nem mindenkinek adatik meg. Itt a mi szervezetünkben egy élethosszig tartó tanulás, továbbképzésre van szükség, és ez egy olyan pálya, aminél az állampolgárokat segítik a kollégák, és ennek érdekében mindent megtesznek a mindennapi harcok során, esküt tesznek. Életüket, testépségüket kockáztatják, veszélyeztetik nap mint nap adott veszélyes helyzetekben, tehát itt ez nem egy olyan civil pálya, hogy ma belépünk a szervezethez, holnap pedig kilépünk, mert 10 forinttal több a fizetés egy másik cégnél. No, mégis oda került a helyzet, igen. Mégis oda került a helyzet, hogy a bérek annyira alacsonyak, és a további szociális juttatások is, hogy szinte lehetetlen tisztességesen eltartani a családját, főleg egy tiszthelyettesnek, egy végrehajtó állományban dolgozó rendőrnek. Na, akkor mennyire alacsonyak a bérek? Konkrét számokat szeretnék kérni. Hát a kezdő bér, amit említett, az helytálló, tehát egy 145-150 ezer forint körüli nettó fizetésről beszélünk a 2019-es esztendőben. Ez a szám magasabbra mehet, följebb mehet, de úgy gondoljuk, hogy ez nagyon alacsony, és hozzáteszem azt, hogy a budapesti és a nagyvárosi rendőrök tekintetében nagyon nehéz a lakhatás megoldása. Tehát ne csak a béreket nézzük, hanem azt is, hogy Budapesten az ingatlanárak, az albéletárak hová emelkedtek, és szinte lehetetlen a megélhetésük, és az pedig már nyílt titok volt már az elmúlt évtizedekben is, hogy a budapesti rendőrök nagy része vidéki, hiszen a budapesti lakosság fiatalok köréből nem tudtak olyan számú jelentkezőket toborozni a kollégáim, mint amennyire szükség lett volna, és főleg azon megyékből jöttek Budapestre rendőrnek, ahol a munkalehetőség nem volt adott. Főtitkár úr, azt mondja meg nekem, miközben nagyon sok olyan statisztikát lehet olvasni, hogy Magyarországról milyen sokan mennek el külföldre dolgozni. A rendőrség állományát számszerűségileg tavaly 2018-ban hányan hagyták el? 2018-ban 2000 számot tudok megemlíteni. 2000 ember? 2000 rendőr munkatársam hagyta el a pályát, és ez ilyen magas még talán soha nem volt. 1000-1200 fő volt a fluktuáció évente az elmúlt 10-15 évben. Ez a szám nagyon magasnak tűnik, de csak akkor tűnik magasnak, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát ugye az a baj, hogy de csak ezrel jelentkeztek. Tehát mi van a másik oldalon? Hányan jelentkeznek rendőrnek? Egyre kevesebben ott is. Tehát egyrészt van egy olyan probléma, hogy a fiatalok nem igazán szeretik a militáns kötöttséghez lévő pályákat, akár a honvédséget, akár a rendőrséget. Ez is egy nagy probléma. A másik pedig az, hogy látják, hogy milyen életpálya áll előttük, milyen fizetésekkel, milyen kötöttségekkel jár ez a hivatás, és inkább nem választják.
Mennyi volt tavaly a rendőrségnek a teljes állománya? Tudjuk-e ezt? Tudjuk, tehát 50 ezer főt meghaladó a rendőrség teljes állománya, de ebből aki hivatásos és rendőr, az olyan 36-37 ezer között mozog. Tehát ebből kell leszámítani ezt a 2000-es fluktuációt, ami írdatlan szám, mint ahogy említette, tehát ez egy közepes megyei főkapitányság állománya. Értem. És hogyha azt a konkrét számot kérjük Öntől főtitkárról, hogy akkor mennyivel csökkent teljes egészében a tekintetben, hogy bár jöttek is, csatlakoztak is, de ezért mentek is, akkor mit mond ugye az állományra vonatkozó számadat? Ez volt 36 ezer, és akkor lett belőle 34 ezer? Nyilván nem ilyen egyszerű azért nem, a matek. Nem. Sőt, úgy se egyszerű, hogy a legnagyobb létszámhiány általában, mint említettem, a tiszthelyetteseknél adódik, és akiket egyenruhában az utcán lát a közönség, az állampolgár, akik bűnügyi nyomozó területen dolgoznak, vagy egyéb más szolgálatoknál, ott ez nem ennyire jellemző a létszámhiány, hanem inkább a kezdő és a tiszthelyettesek körében. De a probléma már ott is felütötte a fejét, hogy mint régen egy-két év után leszereltek a kollégáink, aki úgy gondolta, a pályakezdőkről beszélek, hogy nem ezt a lovat akartam, és inkább egy másik hivatást választ magának, vagy pályát. Addig ma már az is jellemzővé vált, és gyakorivá, hogy aki 20 évet leszolgált a testületnél, már 40 év fölött van, ők is vagy már elhagyták a pályát, vagy pedig gondolkoznak erősen, hogy elmenjenek, hiszen megszüntették az úgynevezett szolgálati nyugdíjat, a bérek alacsonyak, nincsen olyan szociális juttatás, háttér, amivel segíteni a családot például lakhatásba, üdültetésbe, gyermekelhelyezésbe, hagyj ne soroljam, milyen jóléti intézmények voltak régen, ezek szépen lassan megszűntek. Milyen bérrel lennének elégedettek? Hát számokat hagyd ne mondjak, hiszen bértárgyalásról még szó sincs a belügyminisztériumban. Mi már többször jeleztük ezt a problémát, hogy ugyan az életpálya, amelyet 4 évvel ezelőtt vezettek be, és ez a hatását nem teljesítette, hiszen mi akkor is... 1%-ot főtitkár úr, annyit mondjam, mert lejárt a beszélgetésünk. Egy ezen. Jelentős, tehát nem tudnék... olyan számot mondani, amelyen minden kollégám meg lenne elégedve, de egy olyan jelentős, ami érezhető, legalább egy 40-50%-os béremelése tartanék elképzelhetetlennek a tiszthelyettesi és a kezdő tiszti állománynál. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.